Nagyon sok ember életében fontos a lokál patriotizmus. Ennek egy kifejezési módja, hogy ha valaki nem csak szereti azt a területet, ahol lakik, hanem helytörténészkedik, kutat, és jól érzi magát a környezetében, és mindaz, amit megtudott, azt átpróbálja adni a többieknek, a lakókörnyezetében élőknek. Roszinszky Bella, a helytörténet anyja itt Terézvárosban. Azt mondták rád annak idején, hogy a Városvédő Egyesület idejében, amikor még itt tevékenykedtél, hogy te voltál a Teréz anyu. Ez még a Teréz anyu film előtt volt, vagy utána? Ez utána volt, azt hiszem, mert amikor voltunk a Városvédő Egyesület, meg a Hungária Nostra, ezek úgy édes testvérek, vagy anyuka, apuka, nem is tudom, családtagok, és akkor ott volt egy, Békés Csabán volt egy templom, ahol modern freskók voltak, és akkor mindenféle a pokol, és a, tehát a jó és a rossz oldal úgy meg volt festve, és a Karesz, aki a egyik atya, az Ák Károly fotoművész, mondtam neki, hogy nézd oda, te ott vagy a rossz oldalon, a negyedik Károly, az ja, te meg ott vagy a Teréz anyu, és akkor attól kezdve, itt ez rajtam maradt, tehát ez onnan datálódik, hogy Békés Csabán volt az országos találkozó. És ez a Békés Csaba egyébként a helytörténészeknek egy egészen markáns központ, mert nagyon sok éven keresztül a Helytörténeti Akadémiának is Békés Csaba adott otthont és lehetőséget arra, hogy egymás életét és egymás lakókörnyezetét is meg lehessen ismerni. De maradjunk most mi éppen Terézvárosnál, ami azt gondolom, hogy egy csodálatos gyöngyszeme Budapestnek, szebbnél szebb épületekkel, szebbnél szebb házakkal, kapualjakkal, belső kertekkel, és hát hihetetlen történelemmel. Miért volt számodra fontos, hogy elkezdjél építészként, nem építészeti szemmel gondolkodni, hanem magával a történelmével is foglalkozni Terézvárosnak? Ez nagyon érdekes, amikor volt alkalom az embereknek megvásárolni ezeket a lakásokat. Az egy időszak volt, és mi is megvettük annak idején a mi kis lakásunkat, és akkor ez a boldog tulajdonosi új hozzáállás. Én akkor egyszerűen csak elkezdtem nézni, hogy akkor mi van a tervtárban a házról. Ugye hát akkor találtam némi dolgot, akkor ellentmondások jöttek elő, akkor a levéltárban, és akkor oda keveredtem az Ötvös utca 10-be, ahol ott székelt a Budapesti Városvédő Egyesület, mert mondták, hogy ott van fotóanyag is régről. Uh-huh. És mondták, ó, persze, van, de éppen most van egy alkalom, hogy lehet fotózni és házak történetét megírni. Csatlakozzak. És Vitkai Katinak köszönhetően ott ragadtam. Beköltöztünk a pincébe, ugye a helytörténeti klub az most a pincébe van, de annak idején a pincét én nagyon jól ismertem, amikor költöztünk, hogy pókhálós, koszos, piszkos minden volt. Tehát ezek az események, hogy akkor ott találkoztam persze több emberrel, aki ugye a különböző más kerületekből is mindenféléket kitalált. Akkor volt éppen az a sorozat, hogy Adalékok a Terézváros történetéből, és akkor én megírtam az én ház, a mi házunk történetét, illetve fotóztam a mi házunkról, hogy éppen hát ilyen borzasztó, ilyen IKV-tól örökölt, kitört ablakok, stb. Meg aláducolt folyosók, tehát ezt örököltük, ezeket én lefotóztam, és hát amikor 100 éves lett a házunk, 1897-ben épült, tehát elég régen volt 100 éves a ház, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ezt meg kell ünnepelni, mert pályázatot nyertünk, egy pici kis pénzt, ami arra volt elég csak, hogy egy kicsit jobbá tegyük ezt a belső udvart, és tényleg ez az udvar, ez megszépült, és kedves, tehát egy kedves környezetté vált, a minimális pénzből persze, és akkor csináltunk egy kiállítást ezekből a fotókból, úgyhogy a lépcsőházban ma is ott vannak ezek a fotók, hát persze nagyon primitíve, mert egyszerűen csak ki van nagyítva, tehát nem igazi fotók, csak a 100 éves születésnapra próbáltuk, hogy akkor legyen valami, aztán ott maradt, mert annyira megszerették az emberek, meg jöttek oda mások is nézni, hogy jaj, de jó, hogy mi az, hogy a lépcsőházban mi eddig ilyen pókhálós, koszos volt, ott most fotók vannak, és aztán a 100 éves születésnapról oda meghívtunk mindenkit, hogy meghívtuk a
doktor bácsit, aki az háznak a házi orvosa, aki jó egészséget kívánt, és stb. Akkor meghívtuk a Rádai Mihályt, aki hát egyébként ezt az egészet ugye a Városvédő Egyesületnek a segítségével, az ottani fotósok, meg akkor a fotók, akkor még csak a fotókörnek a tagja voltam, sima kis tag, és aztán, amikor megjelent ez az adalék a külső Terézvárosból, mert akkor a belső Terézvárosból volt már egy kötet, és a Nagykörúton kívül volt az adalékok a külső Terézvárosból, és akkor oda én a külső Terézvárosban lakom, a Ripronaiban, és hát akkor ez egy nagy kiállítással együtt lett ez a könyv egy bemutatva, és ezek a fotók, ezek az akkori Lotz teremben, akkor még, még amikor a divatcsarnok volt, és akkor olyan sok fotó jött össze, hogy nem fért el abban a terem, és akkor még az 5-ös 10-ben is volt még egy kis, tehát nagyon jól sikerült, és hát én rendkívül büszke voltam, meg hát ezt az egész dolgot, ezt úgy nagyon szívemen viseltem, és akkor mondta a Vitkai Kati, hogy csináljunk egy terézvárosi csoportot, hát eddig van már ilyen-olyan csoport, és hogy jó, hát akkor csináljunk, és akkor megszületett ez a kis közösség, és hát ez azóta is tart, ez a szerelem nekem, ez a Városvédő Egyesületnek az elképzelései, egyáltalán miket lehet csinálni, hogy kiállításokat lehet, az értékeket meg lehet őrizni. Csináltunk olyan fotótablókat, ami, mikor emlékszem, hogy 2008-ban volt a reneszánsz éve, és akkor a Szépművészeti Múzeumban volt erről egy nagy kiállítás, és ott volt a Strozzi palota, egy kis maketben, és nézem, hogy úristen, hát ez teljesen olyan, mint a központi házassági kötőterem itt ugye a Terész körúton, a saroktól egy háznyira, ahol volt, ma is még talán működik, és akkor még a régi cégemnek ott volt irodája is, meg mindenféle, szóval azt a házat én nagyon jól ismertem, és majdnem ugyanaz, és akkor elkezdtem nézni, hogy tényleg van köze hozzá, és akkor ilyen érdekes felfedezések, apró rácsodálkozások, és akkor találkozások olyan emberekkel, akiknek szintén az ilyen témától felcsillan a szeme, és akkor ez egy olyan jó dolog volt, hogy vannak ilyen emberek, hogy nem csak én vagyok ilyen őrült, hanem vannak más őrültek is, és akkor ezeket a dolgokat, ezeket lehet hasznosítani, mert hogy örömet szerzünk ezzel a másoknak, lehet szerezni másoknak, a gyerekeknek például, hogy jaj, de érdekes, hogy az iskolában, hogy egyáltalán a rácsok, hogy nézd már meg, nézd csak meg, például a Bajza utca iskolában, ahol én ugye általános iskolában 8 évig tapostam ezeket a köveket, olyan lépcsőket, és akkor ott vannak a nyuszi, meg mókus, meg mindenféle, és akkor maga a homlokzat is nagyon érdekes ezekkel a mesékkel, ezekkel a nagyon érdekes férfi alakokkal, és akkor Rádainak volt egy ilyen könyve, ahol a részletekről, a homlokzati, meg egyéb részletekről nagyon szépen beszélt, és gyönyörű képek voltak. Többek között azt mondta, hogy hát micsoda dolog ez, hogy egy leányiskola, ugye, mert régen meg polgáriskola volt, de az is leányiskola volt, most meg ugye már most már azóta fiúk is járhatnak oda, de akkor még nem is, hogy kerülnek ezek a harcias férfiak, ugye a Botond, a Lehel Kürtje, meg az Erős János, meg a Unor Magor, tehát ezek a figurák ott vannak a homlokzaton, és mit keresnek azok ott? Hát ott volt a helyük, és akkor biztos meg volt a maga története is. Én nekem ez természetes, hogy egy lány, az az erős férfiakért van oda, és az nagyon is jó, hogy azt lássa az a gyerek. Tehát vannak, én nekem meg természetes, hogy milyen jó, hogy az volt. Nekem az tetszett, hogy egy erős, izmos férfi az ott van, és az egy lány iskolában. Tehát van, akinek ez érdekes, meg tehát ilyen nagyon sok apró. Hát ez is a házaknak a történelméhez és a történetéhez tartozik. Igen. Elindultatok egy pincehelyiségből, ugye az 5-ös 10-ből összeállt egy lelkes kis társaság, és csoporttá formáltátok magatokat, vagy formálódtatok. Nagyon sok olyan
ember keveredhetett bele, aki nem volt olyan képzett, mint te, hiszen te építész vagy, tehát amikor ránézel egy épületre, ránéztél arra a bizonyos Teréz körüti házra, és azt mondtad, ez nekem ismerős, mert ugye én ezt az épületet már szerkezetében máshol láttam, a makett alapján beazonosítottad. De azonban ugye nem mindenki történészként, és nem mindenki építészként érkezik egy ilyen helytörténeti csoportba. Mi kell ahhoz, hogy egy sokféle, sokszínű társaságot egy klubbá lehessen formálni, és hogy osztottátok föl egymás között a munkákat, hiszen mondtad, hogy aztán pályáztatok, kiállításokat készítettétek. Hogyan találtátok meg, hogy kinek mi lesz a feladata, a helye ebbe a társaságban? Ez ilyen, miután ez egy nem hierarchikus rendszer, igen. Teljesen ilyen ez a laissez-faire típus. Kinek mihez van kedve, és akkor úgy, hogy na most akkor ez valaki, beszélgetünk, és akkor na ezt csináljuk meg, és akkor ki mihez, mit tud jobban, van, aki fotózni szeret jobban, akkor bekeretezni, akkor ezt csinál, azt csinálni. Tehát így alakult. Ez még annak idején, ez a Városvédő Egyesület időszakában volt ez a pályázat. És akkor, amikor az 5-ös 10-ben elkezdődött ez a klub élet, akkor azt még megelőzte egy olyan, hogy ilyen városnéző sétákat csináltam. Majdnem azt mondtam, hogy idegenvezetés, de nem idegeneket, de hanem... Az egyik szakmán az idegenvezető szakma, hanem magyaroknak, igen. Tehát abszolút nem idegeneknek. De nem vagyunk idegenek saját városunkban? Néha nagyon. Ez egészen biztos. Az volt az érdekes, talán amikor az Aradi utcai séta volt, akkor volt nekem ez a nagy rácsodálkozás, mert hogy Andrássy út, Operaház, meg Nagykörút, hát ez olyan ezek olyan, persze ezt tudni kell egy idegenvezetőnek, meg egyáltalán nem kéne ahhoz itt laknom, de nekem az egy hozzáadott érték, hogy én itt lakom, én itt nőttem fel, én itt jártam iskolába, általánosba, Bajzába, középiskolába, az Andrássy úton. Tehát ez nekem ez egy otthon, nekem ez teljesen a véremben van, hogy mi hogy van, és ugyanakkor meg a kis utcák is milyen érdekesek. És akkor gondoltam, hogy akkor lehetne a kis utcákról is, a Lendvai utca, egy nagyon picike kis utca, és 2 órán keresztül kibe mászkáltunk ide-oda, meséltem, mutogattam, csodálkoztunk jobbra-balra, hogy mi minden érdekesség van, és nem értünk a végére. Pedig a Lendvai utca elég kicsi. Rövid, igen. És akkor mondtuk, hogy nem baj, majd folytatjuk. Aztán volt az Aradi utca, na most az Aradi utcánál olyan érdekes, hogy hát először is egy házas pár, akkor aki azért jött, hogy hát akkor mit lehet egy Aradi utcáról mesélni, és rengeteget, és egyszerűen gyönyörű volt az a társaság, ahogy mesélték, hogy itt volt a hentes üzlet, itt volt egy kóserból, lehetett kóserhúst kapni, ott egy mozi volt, amiről én nem is tudtam, tehát én fölkészültem, és tényleg egy 2 órás sétára én mindig felkészülök, úgyhogy 2-3 helyre be tudunk menni, beszélgetni tudunk valami ottani emberrel, vagy valami ottani érdekes dolgot megnézni, megtapogatni, hogy ott van egy szép rács, ami még itt ott. De szóval ilyen dolgok, és akkor hát akkor az nekem egy csúcs volt, hogy olyan sok ember mondta, hogy akkor ő képzeljem el, és oda jöttek utána, hogy akkor ez így volt, meg úgy volt, meg amikor ő gyerek volt, akkor ez ott volt, meg ott nem úgy nyílt az ajtó, hanem amúgy, és szóval uh-huh. És akkor... Tehát az annyit jelent, ilyen... hogy gyakorlatilag állandóan lehet bővíteni az ismereteket, igen. És állandóan hozzá lehet adni. Ez azért is érdekes, hogy elhangzik, hiszen mindig vannak kutatások, azt leírják ugye azok, akik foglalkoznak helytörténettel, és akkor jön a következő, és nem azt kell mondani, hogy hát ez nem úgy volt, hanem úgy, hogy én még ezt is hozzá tudom tenni, ezzel tudom bővíteni, és aztán ki lehet azt az anyagot egészíteni, egészen pontossá és precízé tenni, és gyakorlatilag ez akkor lenne igazi, hogyha mindenki akkor, amikor él, akkor leírná a saját háza történetét, és amikor eladta, akkor továbbadná az egészet. Igen, vagy legalábbis valami néhány fotó. Igen. Mert nagyon nehéz egyébként fölkutatni ezeket a tudásokat. Jelen pillanatban van egy helytörténeti séta sorozatotok, illetve egy előadás sorozat, ez a bizonyos Keresztül Kasul Terézvároson című sorozat.
Ez két havonként egyszer van, ha jól tudom, minden hónap második kedjén. Nem, ez a Keresztül-Kasult-Terézvároson, az séták. Azok séták. És tényleg, ezek milyen gyakoriak? Tényleg Keresztül-Kasult, tehát mondom, hogy tehát mindenféle maradunk Terézvároson belül, néha ugyan átmegyünk a másik oldalra, mert onnan a Deák-térről, a Deák-térre átmerészkedtünk néha, és akkor onnan néztük meg az Anker-palotát, de maradunk Terézvároson belül, tehát ez egy alapszabály, és már a nem tudom, 20-valahányodiknál tartunk ilyen sétánál, ezek általában szombat délelőttönként vannak, és nagyon szép számmal jönnek. Mondom, éppen a Bajza utcai iskolával sokról jutott eszembe, hogy amikor ott szerepeltek, tehát mindig úgy van, hogy be is megyünk valahova. Uh-huh. Legalább egy-két helyre bemegyünk, és az olyan volt, hogy az Írószövetségnél kezdtük, tehát nem is a Bajza utca 1-nél, a Bajza utcai sétát, és akkor ott a gyerekek előadták az Andrássy útról szóló írásomat, és beöltöztek, hogy mindenféle neve volt ennek az utcának, és a Sugár úttól kezdve, a Sztálin úton keresztül mindenféle név, és azokat ott mind beöltöztek, és amikor a szöveg megkívánta, akkor jöttek a táblával a beöltözött, és hát ennek óriási sikere volt, és a szülők is, meg a nagymamák is ott voltak, és rengeteg ember, tehát az már sok, tehát nem is lehetett, tehát egyszerűen... Hát igen, ez egy idegenvezetői munka tulajdonképpen, igen, hogyha azt gondol egy ilyen sétát elvinni, 20-30 ember, amit maximum el lehet bírni, hiszen be kell tudni beszélni, a szélsőket is le kell tudni kötni. Egyébként most azért jutott ez az eszembe, mert ugye évek óta forgatunk az idegenvezetői világnapon, és én akkor csodálkoztam rá, amikor a szervezők fölkértek minket, és megkaptuk a forgatókönyvet, hogy több mint 400 séta volt szervezve az idegenvezetői világnap alkalmával, nem sokára lesz, mert februárban lesz a következő. Hogy egyszerűen megdöbbentünk, hiszen 3-4 stáb is forgott körbe, és mindenki ment, hogy Úristen, mi minden mellett megyünk el, mi minden érdekesség van, amit egyszerűen nem fedezünk föl, és tényleg döbbenetes, mert külföldön úgy megyünk, hogy mindenre ránézünk, itt meg lehajtott fővel, a kutyapicokra csodálkozunk csak rá, és nem a szépségekre. Nagyon, nagyon nagy előnye ezeknek a sétáknak, hogy ingyenesek. Ugyancsak úgy ingyenesek, mint hogy egyelőre még legalábbis, mint hogy a világörökség napok is, meg az idegenvezető világnap. Tehát ezek ilyen rokon témák, ugye februárban, másik nyáron, ezek meg havonta egyszer. Az előadások azok olyanok, hogy klubkártya van, tehát az egy bizonyos, most azt hiszem az idén drágult, és 1501 évben a klubtagság. De nem muszáj ez, aki csak egyre kíváncsi, mert megnézi a füzetbe, hogy a többi az, mit tudom én, érdekele vagy sem, de én kifizetek 200 forintot, és akkor meghallgatom ezt a körülbelül 2 órás együttlét, amikor zenét hallgatunk, beszélünk, én tartok egy vetített képes előadást, de az egy ilyen interaktív dolog, mert megállunk, és akkor valaki még hozzátesz, akkor van egy majdnem állandó színész barátunk, a Végferi, aki az irodalmat, aki Krúdi Gyula magyar hangja, és rengeteg idézet, vagy odaillő irodalmi szöveg, tudom én, az Emil Zolátból a Hölgyek öröme, például amikor a párizsi nagyáruházról volt szó, mint mesélőházakról, mert a másik sorozatunk, ez a Keresztül-Kasul, a másik sorozatunk az pedig a mesélőházak sorozat. Tehát például amikor ebben a sorozatban a párizsi nagyáruházról volt szó, akkor egyáltalán az áruház, Párizs teljesen nagyon, szóval tényleg nagyon-nagyon jó volt ezt a keveréket így együtt megcsinálni az egész klubbal, mert tényleg hozzá, ő nélkülük ez nem lenne, vagy csak én egyedül. Hát igen, tudnám. Az úgy érdekes, ugye, hogy
megvan a háznak a története, vagy az utcának a története, ahhoz egy kis irodalom, egy kis zene, egy kis előadó művészet, és akkor így lesz szép kerek az egész, és azt hiszem, hogy Terézvárosban valószínűleg nagyon sok mindent lehet hozzá kapcsolni. Hogyha esetleg érdekli önöket a helytörténet, vagy kapcsolódnának a klub munkájához, akkor nyugodtan el lehet menni az 5-10-be. Rosinski Bellát két havonta egyszer ott. Egész biztos, hogy megtalálják. Nem két havonta, bocsáss. Havonta? Minden hónap második kedjén. Minden hónap második kedjén megtalálják az előadásokat, bocsánat, és aztán a helytörténeti sétákon, a Terézvárosi sétákon, és a keresztül Kassul Terézvároson sétákon is lehet vele találkozni, be lehet kapcsolódni a klub életbe, illetve csak művelődni és egy kicsit körülnézni, hogy még jobban lokálpatrióták legyünk. Jó munkát kívánok neked, köszönöm szépen. Szívesen.